Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra, röviden KEVE annak a programnak az elnevezése, melyet idén először rendeztek meg Baranyában. A megyei rendőrfőkapitányság január 8-án a program nevéhez hűen KEVE napján tartotta meg ezt a baleset megelőzési akciót. Ennek keretében interaktívan egymásra épülő jelleggel zajlik az 1-től 8. évfolyamokon tanuló diákok részére korosztályukat, életkori sajátosságait figyelembe véve a közlekedési baleset megelőzési ismeretek átadása. Mindezt pedagógus végzi rendőri felügyelettel. A megye több településén egyszerre mentek át iskolások a kijelölt gyalogátkelő helyeken. Pécsett a Nagy Imre úton találkozhattak a közlekedők a csoporttal, akik zászlót és molinót tartva hívták fel a figyelmet a biztonságos közlekedésre. Baranya megyében a Csongrád megyei példát követve indult be a KEVE program, ez az idei oktatási tanévben. Jelenleg 21 oktatási intézmény vesz részt a képzésben, ez a közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra a programnak a hosszabb neve. Itt az első osztályokban indult be, itt az a fontos, hogy odafigyeljenek a járművezetők a gyerekekre, a gyerekek pedig elsajátítsák azokat a fontos közlekedési szabályokat, amik életük során fontosak ahhoz, hogy elkerüljék, hogy közlekedési balesetet szenvedjenek.